Ez így fel sem merül bennem, hogy nem fertőtlenítenek rendszeresen, úgy, hogy sokkal hatékonyabban, hát hisz tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Úgyhogy mindenféleképpen kellene, normális módon kellene, ahogy ezt egy ilyen veszélyes helyzetben az ember elvárná. Ezt a bizonyos maszkot úgy hordják, hogy itt is kilóg, meg ott is kilóg, meg az orrom is kilóg, de leginkább most már ez a tokavédő funkció működik, úgyhogy ez szerintem így nem a legbiztonságosabb. A dolgozók tartsák be a előírásokat, nem úgy, mint ahogy történt annak idején közben, hogy két szegedi professzor Észak-Olaszországban nyaralt, vagy nem sírt, és utána a szegedi klinikán megoperáltak betegeket, amikor már meg voltak fertőzve. Meg az olaszok is az hibásak voltak, mert ha ott tudták, hogy baj van, akkor le kellett már zárni a határokat. Ha az influenza járvány idején a kórházban látogató tilalom volt, akkor be lehetne vezetni ott is. Szerintem egy jobb orvosi ellátás, tisztaság és minden, ami ez a szociális ellátáshoz szükséges.